Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök október 29-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Több tatai szervezet és egyesület is országos támogatásban részesül. Tatán működő betegellátó osztályok kerültek át a Szent Borbála kórházba. Teltházas érdeklődés mellett adott koncertet városunkban Érdi Tamás. Megalakulását követően tartotta meg első ülését a lengyel önkormányzat. Az Öregtavi Halász és Hallgasztró Fesztivál részeként csatlakozott városunk az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című országos programsorozathoz. A kezdeményezés részeként Csaba Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára is Tatára látogatott. Csaba Gábor. Fontos évfordulót ünnepel Magyarország, amely apropóból kulturális programsorozat indult 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban címmel. A felhívás tatai állomással is rendelkezett, így az Öregtavi Halász és Hallgasztró Fesztiválon a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára adott át elismeréseket. 8 éve indult ugyanis a Csóri Sándor program, amely a magyar népi kultúrát hivatott felkutatni, gyarapítani és népszerűsíteni. Idén július 1-én hazánk immár második alkalommal vette át az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Ez természetesen komoly felelősség és emberpróbáló feladat, de egyúttal kiváló lehetőséget teremt arra is, hogy szervezetformában ünnepi keretek között is megmutassuk, milyen értékes kulturális körökséggel a gazdagította az évszázadok alatt Magyarország kontinensünket, és milyen hozzájárásokat tettünk a csatlakozás óta eltelt 20 évben európai közösségünkhöz. A Kulturális és Innovációs Minisztérium az elnökséghez kapcsolódóan ezért útjára indította idén nyáron az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című kulturális programsorozatot. Ez a kezdeményezés azt célozza, hogy egy országos turné keretében a legfontosabb kulturstratégiai intézmények bevonásával és közreműködésével közösen ünnepeljük kulturális örökségünket és hagyományainkat, és bemutassuk azokat az értékeinket, amelyekre magyarként leginkább büszkék lehetünk Európában és azon túl is. Útra keltünk tehát az idei év második felében, hogy Magyarország szerte, vármegyéről vármegyére, városról városra járva elvigyük a helyi közösségekhez a közös történelmi és kulturális örökségünk ápolásának és továbbadásának fontosságáról szóló üzenetet. Olyan alkalmakat igyekszünk teremteni, amelyek lehetővé teszik szép hagyományaink, eseménydús történelmünk és a Kárpát-medence kivételes kulturális gazdagságának bemutatását. A programsorozat rendezvényein, a népművészetektől a zenén és színházon át a modern művészetekig, kultúránk minden területe megjelenik, egyúttal átfogó képet is adva a hazánkban folyó kulturális értékőrző és értékteremtő munkáról. Ne feledjük, hogy amikor hazánk két évtizede az Európai Unió tagja lett, nem csak egy gazdasági és politikai közösség részévé váltunk, hanem egy olyan családba is bekerültünk, amely úgy él együtt a sokféleségben, hogy a két tucatnál is több tagállamot fontos kulturális szálak fonják egy közösségé. A sikeres és boldog közös európai jövő zálogát Magyarország a független, szuverén nemzetek együttműködésnek fenntartásában és a keresztény értékeken alapuló kulturális gyökereink megőrzésében látja. Az 1100 éve Európában, 20 éve az Európai Unióban programsorozat is e szellemiséget képviseli. A program során elismerést vehetett át a Tatai Szarkalábak Táncegyüttes, a Pötörke Népművészeti Egyesület, a Kenderke Művészeti Alapítvány, valamint a Tatai Kenderke Néptáncegyesület. Fontos változás kezdődött el a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála kórházban, ezzel együtt a Tatai intézményben is. Hamarosan átadják a Tatabányai Létesítmény új épületét, így az érintett szakrendelések és osztályok már megkezdték a beköltözést. Újabb betegellátó osztályok költöztek át a Szent Borbála kórház új épület szárnyába. A kor igényeinek megfelelően két ágyas fürdőszobás kórtermekben gyógyulhatnak a betegek, adta hírül a kórház főigazgatója. Többek között a gyógytorna centrum mellett gőzfürdő és speciális eszközök is szolgálják a hatékony betegellátást, rehabilitációt.
Egy óriási mérföldkő a kórháznak az életébe, hosszú évek után végre elkészült az új épület, ami a lehető legmodernebb technológiával és rendkívül magas technikai színvonalon készült el. Teljes mértékben akadálymentesített, légkondicionált, és minden igényt kielégít. Október végéig a költözési folyamatokat lebonyolítjuk, és elsődlegesen átköltözött a Tatárról a Gőzfürdő gyógytornacentrum, reumatológiai szakrendelők és kezelések, vadonatúj medencék, tornatermekának a kedves betegeinknek a rendelkezésére, illetve a múlt hét folyamán megvalósult a Tatai Kórházból a mozgásszerv és a kardiológia osztálynak a teljes átköltözése is. Ezen kívül sikeresen átköltözött a hematológia osztály, az onkológia osztály, és a közeljövőben a héten költözik a nefrológiai osztályunk is. Én azt gondolom, hogy egy elég szigorú menetrendet állapítottunk meg, de november közepéig a teljes költözési folyamat megvalósításra fog kerülni. A főigazgató arról is tájékoztatta stábunkat, hogy a közeljövőben újabb fejlesztések történnek, majd közös szakmai egyeztetést követően. Tervezzük a krónikus osztálynak is a átköltözését és kibővítését, illetve számos szakrendelési lehetőség szakrendelőknek a költözése is megvalósul. Szerettünk volna a kollégákkal kialakítani egy onkológiai centrumot, illetve kúraszerű onkológiai kezelések céljából egy kúraszerű centrumot, amelyet mind a pulmonológia osztályunk, tehát a tüdőgyógyászati osztályunk, mind az onkológia osztályunk fog alkalmazni. A kórház vezetése és személyzete mindent elkövet annak érdekében, hogy november végére megtörténjen a költözködés, úgy, hogy közben a betegellátás zavartalansága fennmaradjon. 2004. május 1-e óta tagja Magyarország az Európai Uniónak, amely kerek évfordulót egy kulturális programsorozat is ünnepel. A kezdeményezés több helyszínt, köztük Tatát is érinti, ennek köszönhetően adott koncertet városunkban Érdi Tamás, Liszt Ferenc díjas zongoraművész. Rendhagyó zeneórának adott otthont a Menner Bernál Zeneiskola, amely intézmény így egyik állomása lett az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című országos rendezvénysorozatnak. A kezdeményezés részeként a történelem nagy komponistáiról hallhattak előadást a megjelentek, akiknek koncertélményben is részük lehetett az eseményen. A Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a miniszterelnökség kezdeményezésére a kulturstratégiai intézmények bevonásával indult útjára a Magyarország-Európai Uniós elnöksége kísérő programjaiként tiszteletére, kulturális értékeink bemutatására ez a december végéig tartó programsorozat. Az Országos Széchenyi Könyvtár természetesen nemzeti könyvtárként nagyon fontos és kiemelt céljának tartja, hogy ne csak Budapesten, hanem országszerte bemutassuk az értékeinket, identitásunkat megalapozó gyűjteményünket, unikális kincseinket. Ez nagyon nehéz dolog, hiszen a Nemzeti Könyvtárból még mi magunk sem vihetünk ki dokumentumokat. Olyan kincsek vannak, mint Mátyás király korvinái, a halotti beszéd és rengeteg egyéb. Ilyen kincsek szakgyűjteményekben találnak gondos gazdára a könyvtár munkatársainak a kezében. Az egyik ilyen gyűjteményünk a zenetörténeti zeneműtárunk, és gondolkoztunk sokat, hogy hogyan tudnánk mi ennek a felkérésnek úgy eleget tenni, hogy ahová elmegyünk, ott igazán átütő élményt adhassunk át, ne egy előadást mondjuk a könyvtár dokumentumairól, ezért aztán azt találtam ki, hogy kérjünk fel művészeket, neves előadókat, hogy váljanak a nagyköveteinké. A művészet ereje pedig hamar befogadó kezekbe talált. Érdi Tamás örömmel vállalta az intézmény Liszt gyűjteményének megszólaltatását. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek, és Liszt és Chopin műveket fog hallani a közönség, és levél idézeteket fognak felolvasni, és egy kicsit bevonjuk a közönséget is, hogy kérdezzünk tőlük, hogy
a művekkel kapcsolatban. Szerintem ez nagyon nagy lehetőség, és nagy örömmel játszom, és szerintem a közönséget is, közönség is jobban megismeri a műveket is ezáltal, hogyha bevonjuk őket, úgyhogy szerintem ez egy nagy lehetőség. Ezért ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalokkal is hát kvázi megszeretessük ezt a fajta zenét, mert hogyha már ennyit elértünk, akkor már azt hiszem, hogy mi nem értünk hiába, nem értem hiába. Úgyhogy remélem, hogy élvezni fogja a közönség ezt az interaktív koncertet. A koncert célja, hogy a fővároson kívül is elérhetővé váljanak a komoly zenei programok, amire a visszajelzések alapján nagy igény van Tatán. Október 10-én alakult meg Tataváros lengyel nemzetiségi önkormányzata, amely szervezet tagjai még a hónapban megtartották első hivatalos találkozójukat. A testület két új fővel gazdagodott, amely egy friss látásmódot kölcsönöz a társaság munkájában a következő ciklusban. Két új taggal kezdte el 5 éves munkáját a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. A tagok október utolsó hétfői napján találkoztak a Városházán, ahol több napirendi pontot is megtárgyaltak a felek. Ezek között a programok szervezése is kiemelt helyet kapott, hiszen az utóbbi időszakban egyre több magát lengyel nemzetiségének valló érdeklődő vett részt a kezdeményezéseken, de a családtagok és a barátok is gyakori részvevői a felhívásoknak. El kell fogadnunk a 2024-es feladat a tervet, ami még hátra van ebből az évből, azt át kell beszélnünk, hogy milyen programokon szeretnénk részt venni. A vagyonnyilatkozatokat szükséges ilyenkor leadnunk, és mellette vannak egyebek pontok, amikben átbeszéljük az éppen függőben levő témákat. Abban változik, hogy teljesen más a képviselőtestület, mint előtte volt. Két új hölgyel állunk munkában. Semmiképpen sem nehezíti, ez teljesen új szemlélet lesz, még a hölgyeknek ugyanúgy be kell tanulni. Nekik teljesen új ez az egészbe, de nagyon ügyesek, bele kell látniuk ebbe a belső működésbe. Szerintem könnyebb lesz, sokkal könnyebb lesz. A tendencia szerintem hasonló lesz, tehát a lengyel-magyar barátságnak az erősítése lesz a fő cél. A testvérvárosi kapcsolatot is szeretnénk ugyanúgy erősíteni, és a Tatabányai Nemzetiségi Önkormányzattal is szeretnénk szorosabbra fűzni a kapcsolatot. Idén, még november 1-én szeretnénk megemlékezni. November 11-én lesz a lengyel függetlenség napja, és ennek alkalmával szeretnénk tartani egy összejövetelt. Szeretnénk részt venni a Tatabányai Önkormányzat programján novemberben, illetve decemberben a Népek Karácsonyán is szeretnénk részt venni. Tataváros önkormányzat képviselőtestületének következő ülését október 30-án tartják a Városháza dísztermében. Az ülést a Tatai Televízió élőben közvetíti, az esemény meghívója, napi rendi pontjai és a találkozóhoz tartozó előterjesztések a tata.hu weboldalon olvashatóak. A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete 4. alkalommal szervezi meg az országos Mindenszenteki Mécsesgyújtást, amely kezdeményezéshez Tata idén is csatlakozik. A felhívás során a szeretet fényét szimbolizáló fényinstallációt tekinthetik meg az érdeklődők a környéjúti temetőben november 1-én délután 4 órától. Következzenek keddesti híreink, még egyszer, röviden. Több tatai szervezet és egyesület is országos támogatásban részesül. Tatán működő betegellátó osztályok kerültek át a Szent Borbála kórházba. Teltházas érdeklődés mellett adott koncertet városunkban Érdi Tamás. Megalakulását követően tartotta meg első ülését a lengyel önkormányzat.
Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök október 29-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen hírszemléműsorunk következik, majd sport összefoglalónkat láthatják. Friss hírekkel pedig legközelebb, holnap este jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Én további szép estét kívánok Önöknek. Vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!